Ez a Máté Szalkai 4 évszak óvoda, Eszterlánc tagóvodája, amely most a Kertvárosi Egyház község fenntartásába került. Az egyház korábban egy zöldmezős új óvoda építését szerette volna, de az építőanyag árak emelkedése miatt a pályázati keretösszeg csak vásárlást tett lehetővé. Jelenleg ott tartunk, hogy a szülőknek csak nem 100%-a, a tantestületnek is csak nem 100%-a támogatta a kérésünket, és mi köszönjük ezúton is ezt a bizalmat az ott dolgozóknak és a szülőknek is. Mi szeretnénk ebből a pályázati pénzből nem csupán megvásárolni az óvodát, hanem miután lesz lehetőségünk felmérni, hogy mire van szükség, akár kinti játékok, akár fejlesztő játékok, akár az épületnek a kicsi átalakítása, ezt miután megvizsgáltunk, egyeztettük, szeretnénk is meglépni. Az együttműködési megállapodás aláírásán Máté Szalka polgármestere elmondta, a városnak fontos, hogy a közoktatási paletta bővüljön, és hogy a 4 évszak óvoda eddig is jól felszerelt Eszterlánc tagóvodájában a református egyház jóvoltából további fejlesztések is zajlanak majd. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy itt nem csak egy tábla cseréről fogunk majd beszélni, hanem az egyébként önkormányzatunknak is oly fontos keresztény református nevelési elveket még jobban aláhúzva fogják tovább működtetni ezt az intézményt, és azt meg kifejezetten nagyon örülök, hogy mind a szülők részéről, mind a szülői munkaközösség részéről teljes támogatást élvezve az egyházközség, hiszen ahogy mondtam, nagyon jól ismerik egymást, ez az intézmény elkezdheti szeptember 1-én a működését. A 2021-22-es tanévben országosan 3200-zal több gyermek és közel 500 új munkatárs kezdheti meg az évet új modern református óvodákban. A Máté Szalkaival együtt összesen 66 intézmény épül vagy újul meg. 47 teljesen új óvoda készül el, és 19 már meglévő épület korszerűsödik. Az ország valamennyi régiójában zajlanak beruházások, a fejlesztés a magyar kormány 30 milliárd forintos támogatásából valósulhat meg.